Együttműködésű megállapodást írt alá Kodolány János Egyetem az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központtal. Célja, hogy az egyetem tanszékei és kutatóintézetei, valamint a miniszterelnökség Aktív Magyarországért felelős államtitkársága a Nemzeti Aktív Turisztikai Stratégia 2030 megvalósítását támogató oktatási, tudományos és kutatási kapacitásokat építsen. A turizmus ez egy nagyon fontos ágazat a magyar gazdaságnak, és az elképzelések szerint ennek az ágazatnak a súlya az elkövetkező években folyamatosan nőni fog. Viszont azt látjuk, hogy a turizmuson belül az aktív turizmus az folyamatosan egyre nagyobb szeretet hasít ki magának, és viszonylag keveset foglalkoztunk legalábbis tudományos szinten ezzel a területtel. Ha megalakul itt a Kodolány János Egyetemen az aktív turizmussal foglalkozó kutatóközpont, akkor sokkal könnyebb lesz a tervezés is. Vizi László elmondta, az együttműködés értelmében az egyetem az oktatási, tudományi és kutatási feladatokkal kapcsolódik be az Aktív Magyarországért programba. Ebben szeretnénk mi innovatívan segítséget nyújtani. Egyrészt az oktatással, nevezetesen úgy, hogy a turizmus tanszékünkön létrehozunk egy aktív turizmus kutatócsoportot, illetve tanszéki csoportot. Ez a tanszéki csoport valójában olyan kutatási feladatokat fog elvégezni, és olyan oktatási célokat fog kitűzni, amelyek minden képpen segítik azt, hogy ez a program ez mindenképpen sikeres legyen. Az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ legfontosabb feladata, hogy összefogja az aktív és ökoturisztika területén történő beruházásokat, fejlesztéseket, illetve a területtel foglalkozó állami, önkormányzati, civil és üzleti szereplők munkáját. Amikor elkezdtünk dolgozni, akkor azzal szembesültünk, hogy gyakorlatilag nincsenek adataink, hogy nem tudunk olyan benchmarkokra támaszkodni, mint a turizmus más területein. És azért tartjuk nagyon fontosnak az egyetemmel való együttműködést, hogy a jövőben közös kutatásokat végezünk, közös olyan szakmai munkát tudjunk elvégezni, amire aztán később építkezhetnek azok a fejlesztések, amik elindulhatnak az országban. Az együttműködésnek köszönhetően a Kodolányi János Egyetemen olyan turisztikai szakemberek képzése válik lehetővé, akik aktív közreműködői lehetnek annak, hogy 2030-ra hazánk a legélhetőbb európai országok közé tartozzon. Az új felsőoktatási felvételi eljárásban már államilag finanszírozott képzése is lesz az egyetemnek turizmus vendéglátás szakon, amelyre 2024. február 15-ig lehet majd jelentkezni.